Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk sportszelektív műsorunkkal, amelyen megszokhatnák a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Két visszatérő játékos a nyíregyházi férfi kosarasoknál. Minden meccsen pályára lépett az U20-as evén Papp Klaudia. Nagyszerűen szerepeltek a tallini U23-as Európa-bajnokságon a nyíregyházi atléták. Két kölcsés játékos is szerepelt a kulcsáradit a régió válogatottban. Átalakított csapattal várja a rajtot a nagyecseri futballcsapat. A Nyírségen SC nyerte a megyei női foci bajnokságot. Három játékossal bővült a Malsó Nyíregyháza játékos kerete. A legutóbb Zalaegerszegen szereplő Lek József, a Szombathelyen játszó Búcs Iván került vissza a csapathoz, Fazekas Csaba pedig az utánpótlás együttestől került fel a felnőttekhez. Szeretnénk Nyíregyházán egy olyan magot kialakítani, akire hosszú időn keresztül lehet majd számítani. Ennek a magnak nyíregyházinak kellene lenni, tehát Józsi mindenképpen belefér ebbe az elképzelésbe, hiszen innen származik Nyíregyházáról, és itt nőtt fel a kosárlabdát tekintve, de az életét tekintve is. A másik indok az az, hogy az elmúlt időszakban mióta elment Nyíregyházáról, azóta is kiegyensúlyozott és jó teljesítményt nyújt. Úgy gondolom, hogy az a harcosság, az a lelkesedés, amit ő képvisel a pályán, hiányzott a csapatunkból az elmúlt időszakban. Szeretném, hogyha lepatanóban megerősödnénk, és ezt mindenféleképpen tőle várom majd. Búcs Iván is nyíregyházi nevelésű játékos, a felnőtt csapatban még nem lépett pályára. Ő miért került haza? Ő egy nagyon tehetséges játékos volt mindig, sajnáltam, hogy elment Nyíregyházáról, már tavaly is szerettem volna, hogy itt játszon nálunk, de tavaly még úgy döntött, hogy nem nálunk folytatja. Úgy érzem, hogy az ő pályafutásában most érkezett el az az idő, amikor mindenképpen meg kell mutatnia, hogy mit tud ő a kosárlabdából, és szerintem itt Nyíregyházán nagyon jó lehetőséget fog erre kapni. Szeretném, hogyha a fiatalok között egy kis vezéralakot is, vagy egy vezérszerepet is betöltene, hiszen egy irányítónak nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is össze kell fogni a csapatot. Természetesen nem ő lesz a csapatkapitány, de ilyen csapatkapitány kezdeményezést, vagy hasonló feladatokat azért neki is el kell látnia, és természetesen ő vele is hosszabb időre számítanánk. A fiatal Fazekas Csaba, mivel érdemeltek ki, vagy a felnőttekkel készülhet majd? Természetesen azzal, ahogyan dolgozott a fiatalok között, azzal a játéktudással, azzal a koncentrációval. A felnőttek között ez egy teljesen más kosárlabda lesz még az ő számára, mint amilyen eddig az utánpótlás időszakban volt, de mindenképpen úgy gondolom, hogy minél hamarabb oda kell kerülnie, meg kell érezni ennek az egésznek a hangulatát. Remélem, ez a hangulat megfertőzi őt úgy, hogy soha többet nem akar elmenni majd ettől a hangulattól, és rá is tudunk majd számítani éveken keresztül. Tehát úgy gondolom, hogy az eddigi teljesítménye mindenképpen feljogosítja arra, hogy helye legyen a csapatunkban. Az említetteken kívül kik mondhatóak már biztosan nyíregyházi játékosnak? Ez ugye nagy kérdés mindig, de természetesen akik itt játszottak, a Nagy Krisztián, Molnár Marci, nagyon számító Kósa Tamásra, vele azért meg kell még egyezni, de én úgy gondolnám, hogy kapott olyan lehetőséget itt Nyíregyházán, amit talán picit vissza is kell adnia, és nem hinném, hogy gond lehet az ő szerződésével. Aztán egyelőre ennyi. A Bráne Szavics az, akinek még van szerződése az elmúlt évről. Szeretném, hogy legyenek még a légiósok közül is olyanok, akik visszatérnek. Roni Télóra mindenképpen számítanék, ő úgy gondolom, hogy a teljesítményével kivívta azt, hogy álljunk rá. Ráadásul most a nyári időszakot a dominikai köztársaság bajnokságában tölti, ahol ő vezeti az assziszt ranglistát. Mindezt úgy, hogy tudjuk, hogy ő a pontdobásban jeleskedett itt a magyar bajnokságban. Tehát ő egy nagyon sokoldalú játékos, és nagy szükségünk lenne rá a továbbiakban is. Mikor kezdődik majd a felkészülés? Augusztus 3-án fogjuk elkezdeni a felkészülést. Október 3-án kezdődik a bajnokság, tehát ez 2 hónap, 8 hét, ez elég hosszú időszak. Éppen ezért nem szeretnénk elkapodni az elején semmit. Az első héten egy kis ráhangulódást szeretnénk, kondíciófejlesztést elindítani, technikai képzés, kicsit vissza kellene szokni a kosárlabdához, a kosárlabda egyensúlyát megérezni. Az első hét ezzel fog eltelni, aztán utána természetesen belecsapunk a keményebb munkába. Hazaérkezett az átcsoportos 20-as Európa-bajnokságról Papp Klaudia, a nyíregyházi kosárcsúli játékosa. Az irányító valamennyi meccsen pályára lépett, a csapat viszont elbúcsúzott a legmagasabb osztálytól.
vasárnap ért véget a Kanári-szigeteken az 20-as A-csoportos Európa-bajnokság, egy picit menjünk vissza az időben, milyen felkészülés után utazhatok el a tornára. Május 25-én kezdtük el a felkészülést a Krivacsa és Rogójobb vezetőedzővel Budapesten. Folyamatosan, hát ilyen heti bontásba edzettünk, felkészülési mérkőzésekkel volt Szerbiában, aztán legtöbbet inkább itthon játszottunk, univerziádi válogatott ellen, az osztrákok ellen, és végül a szlovákok ellen, majd utána kiutaztunk 29-én. Az volt a célkitűzés, hogy a csapat kiharcolja a bennmaradást, nagyon jól kezdődött számotokra az EB, győzelemmel kezdtetek, a felső ágra kerültetek, aztán onnan visszacsúsztatok alulra, és végül egy-két ponttal elveszített mérkőzésnek köszönhetően nem sikerült kiharcolni a bennmaradást. Te hogyan láttad belülről az EB-t? Ez egy nagyon szomorú tény, nyilván, hogy kiestünk az A-divízióból. Nyertünk 3 meccset, ez legalább pozitív, viszont nem akkor, amikor akkor kellett volna. Például, hogyha mondjuk megnyerjük a 7. meccset, akkor teljesen mindegy, hogy hogy kezdünk, akkor bennmaradunk. Hát sajnos ezzel nem tudunk mit tenni, de fel a fejjel. Hogyan láttad magyar válogatotthoz képest a magyar játékos sok képzettségéhez képest, mennyiben mások azok a csapatok, akik előttetek, vagy amelyek előttetek végeztek? Van különbség egyébként köztünk, sokkal agresszívabbak. Nagyon nagy volt az iram, mint támadásban, mint védekezésben. Én azt vettem észre magam részéről, hogy mint passzkészségben fejlődnünk kell mindenféleképpen. És jobban járatni a labdát, mert más csapatok ezzel tudtak bizonyítani, illetve nyerni, és hogy minél jobban járatták a labdát, minél gyorsabb volt a labda, illetve csapatként játszani. Tehát nálunk ez nem mindig volt, meg ez a például a center kisember összhang, mint más csapatoknál ez az alap dolog volt. Meccsenként átlagban 25 percet játszottál, mennyire vagy elégedett a saját teljesítményeddel? Ennek nagyon örülök, hogy 25 percet játszottam, ugye tavaly kevesebbet játszottam, most sokkal többet ennek. Ez nagyon pozitív számomra. A támadó játékom sajnos nem úgy alakult, ahogy kellett volna, nem dobtam olyan sok pontot, illetve nem voltam elég agresszív, úgymond nem voltam magabiztos, viszont a védekezésben 200%-ot adtam vele, arra nagyon büszke vagyok így saját magam részéről. Ennek a korosztálynak ez volt az utolsó korosztályos világversenye, hogyan tovább, hogy képzeld a jövődet, azt tudom, hogy voltak korábban megkeresések az A-csoportból is. Már nagyon tervezem az A-csoportos tagságot, viszont még egy évet úgy gondoltam, hogy itt maradok, még csak egy évet az egyetemen, és akkor jövőre talán megyek az A-csoportba. Ja, nyári program, hiszen a többiek nem sokára kezdik a felkészülést, viszont te, ahogy említetted, egy több hetes hosszú menetelés után most pihensz egy kicsit. Igen, most mindenképpen kikapcsolódom, elmegyek barátaimmal nyaralni, aztán egy kis fesztivál, aztán augusztusban kezdjük az alapozás pofával. Nagyszerűen szerepeltek a tallini 23-as Európa-bajnokságon a nyíregyházi atléták. Szikszai Róbert diszkoszvetésben bronzérmet szerzett, ugyanebben a számban Kátrál János a 8. helyen végzett. A magasugró Bakosi Péter 5. lett, Kerekes Dóra pedig női diszkoszvetésben jutott be a döntőbe. Elégedett vagyok velük, de mégsem, mert az ember mindig többet szeretne, jobbat, és a lehetőségek ott voltak előttünk. Lehetett volna egy picit jobb is. Mi miatt van benned hiányérzet? Abban maradt be hiányzett, hogy Robiban több volt. Több volt. Igaz, hogy a korosztályos magyar bajnokságon ugye 3 érvénytelen dobott, tehát ott már volt egy kis bizonytalanság, és ezért kicsit nehezebben indultunk neki ennek a versenynek, de tehát az, hogy 12-szer maradt le a második helyről, az, hogy tudom, hogy amennyivel nyerték, ő ettől sokkal többet tud, most ennyi jött össze. Kápel Jani számára 8. hely és Kerekes Dóri számára 11. hely, mindkettő ugye döntő szereplés jelentett. A realitás? Ők, nekik ez volt a maximum, amit elérhettek, úgyhogy ők hozták is magukat, tehát velük elég, úgy mondhatom azt, hogy elégedett vagyok. Holott a lányom a döntőben ott is végezhetett volna előre, de ugye hát ne legyünk elégedetlenek. De azért mindig az ember, mindig amikor ott van a lehetőség, akkor mindig benne van, hogy hát azért csak egy picit lehetne jobb. Milyen versenyek várnak még a szezonban a fiatalokra? Hát ugye hátra még a felnőtt magyar bajnokság,
a Szuperliga döntő és a magyar csapatbajnoki döntő. Bízom abban, hogy ott is hasonló formában egy jobb eredménnyel fogják zárni ezt az évadot. Az edződ azt mondta, életében ennyit nem idegeskedett versenyen, hiszen a döntőben is a harmadik dobásoddal jutottál be, és a döntőben is az utolsó dobással szerezted meg a bronzérmet. Te hogyan láttad belülről? Hát igen, mindenféleképpen izgalmas versenyek voltak. Ugye a selejtezőben is harmadikra dobtam, aztán a harmadik dobás után a nyolcba kerülését, és a hatodik dobásra ugye a harmadik helyet sikerült megszerezni. Hát elhiszem, hogy ideges volt a cél. Bronzérem van a nyakadban, egy érem, egy világversenyen mindig nagy dolog egy érmet szerezni. Ettől függetlenül van benned esetleg hiányérzet? Hát igen, igazából 60 méter fölött szerettem volna dobni, amivel akár nyerni is lehetett volna, tehát az ugye benne volt, de így utólag örülök ennek a harmadik helynek azért. Milyen volt a mezőny, gondolom, ismerted a betétársakat korábbról, helyek közele azt kaptad, amire számítottál tőlük? Igen, mindenféleképpen mindenki úgy dobott körül, amennyit tud, hogy a második helyen voltam a ranglistán és harmadik helyen végeztem, tehát úgy közel hoztam az eredményt. Van még néhány hét hátra a szabadtéri szezonból, mi a cél erre az időszakra? Hát én a következő verseny, hogy ott tudom, az egy magyar liga verseny lesz, utána egy-két nemzetközi versenyre mindenféleképpen megyek még, utána lesz a magyar bajnokság, és hát majd a Spirell Attilával fogok egyeztetni, hogy mikor, hol indulok, és az év zárása a szeptember végén lesz egy ciprusi verseny, ami tavaly is. Az ebérőt azt mondtad, hogy a hatba kerülés már nagyszerű eredmény lenne. Peti végül ötödik lett a bronzérmessével megegyező eredménye, 221 centivel. Látva a mezőnyt, a versenyt, értem itt a selejtezőt és a döntőt egyaránt, mennyire vagy elégedett ezzel a helyezéssel? Hát, mint mondtam, a verseny előtt ezzel nagyon elégedett lennék, viszont erre szokták mondani, egyik szemem sír a másik nevet, viszont verseny közben úgy alakult a dolgok, hogy Peti igazából az éremmel ugorhatott, amit a verseny előtt merni se mertem, tehát végülis a sok sérülés miatt, ami kimaradt, igazából ezért is nem sikerült neki most azt a magasságot testülni, ahol igazából mondjuk harmadik helyezést érhetett volna el. Említetted a sérüléseket, az elmúlt év sem volt teljesen tökéletes, azért ez az eredmény, a helyezés is, és az, hogy akkor ugrottam meg az idei legjobbját, mikor a legjobban kellett, visszaigazolást a múltra, és azért a jövőt tekintve is gondolom biztató. Hát igen, végülis ez volt a célverseny, tehát ennek szenteltünk alá mindent. Ugye előtte volt az utánpótlás bánosságból, Peti nem igazán ugrott jól, de akkor is azt mondtam, meg most is, hogy végülis ez a célverseny, tehát ez alapján mérik le az egész éves munkát, felkészülést. Így is történt, természetesen Peti ehhez kellett, a nagyon jó versenyzői adottsága, hogy megpróbálta, meghozta azt az eredményt, amit egyébként tud, és ezt nagy versenyen is hozza, amit nagyon kevés versenyző képes erre. Számotokra gyakorlatilag most kezdődik igazán a szezon, amely tart szeptember közepéig, végéig. Hol lép fel a következő hetekben, Peti? Hát ezen a hétvégén egy kis pihenő van, ezen a hétvégén ugye nincs verseny. A következő hétvégén van a Liga verseny, a Honvéd nemzetközi versenye Budapesten. Aztán pedig Ébestarban van egy magasuló gála, a magasulók Mekkája, ahol magasabb a részvételi szín, mint egy olimpián. Ott van egy utánpótlás kurvaknak meghirdetett verseny, ahova úgy néz ki, hogy Petit meghívják, főleg ezután az eredmény után. Aztán lenne a magyar bajnokság, és még augusztusban terve van vele 2-3 nemzetközi verseny, ez még tárgyalás képezi, és szeptemberben a liga döntő, meg a csapatbajnoki döntővel fogjuk zárni ezt az évet, és akkor utána elkezdenénk a felkészülést az olimpiai szintre, vagy a következő szezonra. 2029 az olimpiai szint, az idei év eredményét, nem is az eredményét, hanem ezt az ebét látva mennyire vagy bizakodó, hiszen ott is lehetett látni, hogy volt olyan versenyző, aki a 6 centit javult. Végülis azért nem állunk le, mert Peti úgy volt, hogy ha nem sikerül, akkor egy picit pihenni fog, de utána ezen a versenyen nagyon jól ugrott, úgy érezzük, hogy még ebben az évben még benne van egy egyéni csúcs, ami azt jelenti, hogy 223 cm fölött ugrana, ezért megpróbálunk versenyről versenyre menni. Természetesen, ha lehet, nemzetközi versenyt, mert ott vannak igazából ellenfelek. Magyarországon sajnos igazából 2 méter körül kiesnek, tehát itthon nem igazán tudunk nagy eredményt elérni. Ezért van az, hogy megpróbáljuk külföldön. Én úgy gondolom, hogy ezt a 223 cm még az idén meg tudja javítani, és így akkor közelebb kerülne hozzá az olimpiai szinthez. A bronzérmese megegyező eredménnyel ötödik lettél az ebén. Mi az erősebb, az öröm, hogy ötödik helyezett lett és megelőztél 21 versenyzőt, vagy a csalódottság, hogy csak egy hajszál hiányzott a bronzéremhez? Hát igazából ugyanúgy vagyok vele, hogy egyik szemem sír, másik nevet, mivel így összegezve ugye azért
a felkészülésemben voltak ugye problémák, sérülések, nem tudtam elvállalni a külföldi versenyemet, legalább 5-6 versenyt vagy 7 versenyt, ha nem többet le kellett mondanom. És ez volt összegezve a harmadik komolyabb versenyem ugye idén, amin odaálltam, és akkor ugorjunk amennyire csak tudok. Így örülök neki az eredménynek, de a belegondolok ott versenyen, hogy azért nem sokon múlott, akkor egy pici sír a szemem is, hogy kellett volna az a pici. Azt mondják, hogy egy világverseny mindig más, mint egyéb versenyek, nagyobb a nyomás a versenyzőkön. Itt is volt, aki nagyon jó eredménye a döntőben sem került. Te hogy látod, hogy érzed belőle? Én azért, ugye nekem ez már bennem van, hogy 3-4 korosztályos világverseny, nekem azért kicsit sikerült hozzászoknom, hogy milyen a hangulat, hogy kell versenyezni, és ugye ez azért itt látszott a versenyzésemen is. Főleg a döntőben, mikor melegítettem, azért nem volt sok közem a versenyhez, de utána fejben összeszedtem magam, és oda raktam magam. Amit jelez, hogy az idei legjobb odat ugrottad, mi a cél a hátralévő versenyekre, hány szetit lőttél be magadnak? Én a következő versenyemnél az a cél, hogy ő még idén sikerüljön egy egyéni csúcsot ugranom. A harmadik helyen végzett a lány régióválogatottak tornájának kulcsár Anita régióválogatott. A Kölcsey edzője Hadobás István által irányított együttesben két nyíregyházi játékos is pályára lépett. Minden várakozás felülmúlóan nagyszerűen szerepelt a csapat. 3 mérkőzésen most 2 nyertünk, 1 veszítettünk, összességében pedig a téli fordulóval együtt a 7 mérkőzésből 5 győzelem, 2 vereség és végeredményben 3. helyen végeztünk, ami nagyon-nagyon szép eredmény. Milyen csapatokból érkeznek a lányok a régió válogatottba? Magyarország legjobb utánpótlás játékosai vesznek részt, a 2000 születésű lányokról van szó. Az én válogatottamban 3 megyéből, Borsod, Hajdú és Szabolcs megyéből érkeztek gyerekek, és nagy örömre a Szabolcs megyei 2 gyerek, a 2 Kölcse is utánpótláskorú gyerek, Rabatin Hanna és Rabina Inez nagyszerűen szerepeltek, mindketten csapatunk erősségei voltak. Inez főleg nagyon-nagyon sok gólt is lőtt, úgyhogy nagyon büszke voltam rá. Nyilván titkon szurkoltam külön is nekik, de összességében nagyon elégedett voltam a játékukkal. És hát hozzáteszem, Magyarország utánpótlásának színe, java, krémje szerepel itt a győri utánpótlás gárdával. Például most játszottunk és megvertük őket, a budapestiek, a nekások, a Nemzeti Kézilabda Akadémia. Tehát itt a legjobb 2000 születési magyar utánpótlás játékosok szerepeltek, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy kimondottan nagyon-nagyon szuper eredmény volt. Mit tudnak ezek a 14-15 éves lányok már a játékból, és fizikálisan mennyire érettek a játékra, hiszen a közelünkben láthatók így Nyíregyházán a Diákolimpia országos döntőit, ahol mind a 16 éves, mind a 16 éves lányok gyakorlatilag úgy néznek, mint a felnőttek. Itt is egyik-másik csapatban, valóban felnőtt korú, nem is tudom, hogy nézhet ki 14 évesen egy gyerek így. Biztosan ezek accelerált gyerekek, biztosan valami tápanyagkiegészítőt is szednek, esetleg valami izomképzőt is szednek, de valóban felnőttként néztek ki, és úgy is játszottak, mert technikai téren, taktikailag, és hát erőnlétben is, megjelenésben is valóban a legjobbakat idézik, úgyhogy kíváncsian várom, hogy ezek közül a magyar válogatottban majd kit fogunk később látni. Volt a decemberi torna, volt a mostani torna, mi lesz a sorsa ezeknek a lányoknak a folytatásban, maradnak ezek a csapatok így együtt? Elsősorban a magyar válogatottba keresnek mindig tehetségeket, tehát a 2000 születésű lányok közül most, és hozzáteszem, a fiúknak is most rendezték ezt a versenyt, tehát őket majd a legjobbakat láthatjuk az országos válogatottba is, nem tudom a legközelebbi nemzetközi esemény, Európa-bajnokság mikor lesz ezeknek a lányoknak, de kíváncsian várom, hogy az én csapatomból is ebből a régióból kikerül be, és hát a NB1-es utánpótlás gárdákban pedig biztos vagyok benne, hogy akárcsak Debrecent említem, de a többi csapatokban is előbb-utóbb megjelennek majd ezek a lányok, úgyhogy én büszke vagyok rá, hogy ezeket a tehetségeket vezethettem, nagyon-nagyon szépen dolgoztak, és tényleg igazi csapatként sikerült összehozni ezt a társaságot. Korábban beszéltünk arról, hogy megyei szinten sajnos nagyon kevésen foglalkoznak lánykézilabdával általános iskolai szinten. Van esetleg előlépés ebben az ügyben? Sajnos nem annyi, amennyit én szeretnék. Mindenképpen van azonban apró lépés, néhány, több is. Elsősorban a Nyírsuliba
Kocsik Viki és Nádasi Marian két volt nagyszerű kölcse is játékosom vezetésével, utánpótlás lányokkal is foglalkoznak, akik közül néhányan már az én csapatomba is bemutatkoztak, és hozzáteszem, hogy én magam is elkezdtem sajnos kényszerből 12-13 éves gyerekekkel is foglalkozni, azért, hogy a kölcse is junior csapatban, illetve majd a felnőtt csapatban is legyen meg az utánpótlás, többek között Rabina Inez is ennek a munkának a gyümölcse, úgymond az eredménye, ő még csak hetedikes, és a MB2-es junior bajnokságban már 120-130 gólt lőtt, sőt a felnőttbe is megmutatta oroszlán körmeit, úgyhogy mindenképpen úgy tűnik, hogy jelenleg ez a járható út, de a Nyírsulival egy nagyon szoros szakmai kapcsolatot szeretnénk, ami oda-vissza gyümölcsöző lehet. A kölcse és lányok most a szünetet töltik, mikor találkozik majd a csapat? Nyáron mindenképpen szeretnénk elkezdeni időben a felkészülést, és hozzáteszem, még egy kis színesítő programunk is lesz, strandkézilabdát szervezünk, elsősorban a megyei kézilabda szövetség szervezésében. Elképzelhető, hogy a belvárosban valahol egy nagyon szép helyszínen, ha ez sikerül, én nagyon örülnék neki, de mindenképpen a nyári edzőtáborunk alatt Sós Tomi megrendezzük a szokásos kölcsei nyírsuli kupát a strandkézilabdázóknak, úgyhogy az is egyfajta program lesz, és hát nyilván augusztus elején elkezdjük a felkészülés majd az MB2-es felnőtt junior bajnokságra, a diákolimpiai küzdelmekre, úgyhogy addig most megérdemelt pihenőiket töltük a lányaim. Újoncként készül a megyei első osztály rajtjára a Nagyeseli futballcsapat. A megyei másodosztály 100%-os teljesítménye megnyerő együttestől többen távoztak, de az érkezőkkel is a középmezőn célozzák meg az esediek. Távozott Balogh Gyula sajnos, az nagyon sajnáluk Ibrányt választotta, nem tudom milyen okból. Biztos bajnok esélyes csapathoz úgy gondolt, hogy még benne van a lehetőség. Balogh József azt hiszem Nyírmegyese távozott, és Szabó Attila, ami a Nyíregyházának lett a kapusedzője, az a funkciója, magyarán mondva befejezte a pályafutását. Hát innen is azért sok sikert kívánok Soti havernak. Az érkezők listája hát még nem teljes, tehát próbáltunk azért fiatalítani a kereten rendesen, mert azért nem, tehát már azért korosabb volt a társaság. Debrecenből jött Ladányi és a Gyöntomi. A Ladányi, én úgy gondolom, tehát én még nem láttam, most ismertem meg, egy nagyon képzett futballista, szerintem vele nagyon jó járunk a középpályán, Gyöntomi egy belső védő, és helyi fiatalokra építve Tyukodról igazoltunk egy középpályást, és miért vállaljuk egy támadót. Aztán ezen kívül még szeretnénk igazolni azért támadót is, próbajátékon van egy román fiatalember, és a védelmünk is én úgy gondolom még kell erősíteni egy kicsit, és kapusposzton természetesen. Nem említetted, Török Pista is távozott, vele gólok is távoztak, viszont ennyi távozó és ennyi érkező azt is jelenti, hogy minden bizonnyal változik a csapatjátéka, arról nem is beszél, hogy azért a megyei másodosztályban minden meccset gyakorlatilag sok góllal nyerhetek, itt azért a megyei egyben más lesz a helyzet. Teljesen másabb a célkitűzés is, ez természetesen, tehát nem egy biztos bennmaradás, ezt szeretnénk a középmezőnyben, ha lehet még az élbolyhoz tartozni. Hát reméljük, nagyon nehéz feladat lesz, én azt mondom nekünk ott azért az a vidék másabb, mint egy nyíregyházi környéke, de megpróbálunk, tehát normális csapatot felépíteni, ne legyen olyan gond, mint két év, amikor kiesett a csapat. Hát a Török Pistára visszatérve, tehát nem gördítettünk a akadályt a távozás elé, magasabb osztályba megy, én azt gondolom meg is állna ott a helyét, ez csak rajta múlik. Figyelitek az ellenfeleket, a riválisokat, hogy hogyan erősítenek, milyen a játékos mozgása megy első osztályi csapatoknál? Igen, tehát mindenki, ahogy gondolom, olvassák az emberek az újságot, vagy érdeklődnek, tehát minden csapat próbál erősíteni. Tanultak gondolom a tavalyi bajnokságból is, hogy ha átszervezés van, ha nem, tehát nem lehet erre építeni, hogy három esik ki, tehát igen, csak húzós mérkőzések elé nézünk. Kik ellen léptek pályára edzőmeccseken a bajnoki rajtig? Hát edzőmeccset úgy próbáltuk, én úgy gondolom, tehát volt egy kisebb fajta lemaradásunk azért megye kettőből, tehát hetente szerda, hétvégi ritmusban lökjük egész felkészülése alatt, ebben van duplázó hétvégi és a gyarmat, amelyünk tornára, tehát próbálunk olyan ellenfelekkel játszani, aki igen mércés. A Nyírség NSC nyerte a női megyei labdarúgó bajnokságot. A második helyet az Ófélétó szerezte meg, gólkülönbséggel megelőzve a Nyírbátort. Szerencsére azt mondhatom, hogy remekül lezajlott ez a szezon is a 2014-15-ös évben, hiszen 11 csapattal indultunk el, mind a 11 csapat befejezte, szerintem ez a legfontosabb, és 4 vagy 5 mérkőzés volt csak, ami elmaradt. Ez azt hiszem, hogy ennyi mérkőzés számnál ez igazán elenyészőnek mondható. Ezek is elsősorban azért maradtak el, mert ugye péntek délutáni játéknap van, amire mi kiírtuk ezt a bajnokságokat, és itt az év vége fele ugye nagyon sok vizsga van felsőoktatási intézményekbe, középiskolákba, ahonnan a lányok elsősorban ugye kikerülnek.
tehát ilyen 10 éves lányokról beszélünk, akik még középiskolába, vagy éppen főiskolára vagy egyetemre járnak, és esetleg nem tudtak emiatt elmenni, új időpontban nem tudtak megállapodni az ellenféllel, hiszen hétvégén meg a felnőtt bajnokik vannak, úgyhogy nehéz a pályát szabadon tartani, és szabad időpontot találni rá, úgyhogy ezért maradtak el. Azt hiszem, hogy sportszerű keretek között zajlott le a bajnokság, minimális volt a kiállítás, az egész szezon során összesen 4 piros lapot mutattak fel a játékvezetők. Volt olyan csapat, aki egy sárga lapot se kapott, tehát a legsportszerűbb csapat, ezt ki is emelhetem, a Nyírbátori FC együtteset, amely egyébként a harmadik helyen végzett a bajnokságba, és hát a bajnoki címet a Nyírségen SC szerezte meg, igazából ez volt a papírforma, hiszen a Nyírségen SC az NB2-ben is szerepel, igaz, természetesen nem ugyanazzal a csapattal, mint amit a megyei első osztályban indít, de van minimális átjárási lehetőség, 3 játékos játszhatnak az NB2-es keretből, ez azért meghatározó, hiszen 3/4 pályán játszanak a lányok, 8+1-be, és a második helyen pedig az Ófehértó végzett. Az Ófehértó és a Nyírbátor között egyébként csak a gólkülönbség döntött, tehát ugyanannyi pontot szereztek. Én azt hiszem, hogy soha rosszabb bajnokságot nem lássunk. Ugye a lányoknál nem lehet klasszikus utánpótlás képzésről beszélni, kik játszanak ezekben a csapatokban? Klasszikus utánpótlás képzésről eddig szerintem nem lehetett beszélni, most már azért mondom azt, hogy talán lehet, hiszen elindult valami a megyében, méghozzá idén tavasszal 4 tornát tudtunk rendezni leány U15-ös csapatoknak, és annyira jól sikerült, hogy most már egészen biztosan mondhatom, hogy el fogjuk indítani ősztől a leány U15-ös bajnokságunkat, méghozzá minden igaz, minimum 6, de az is elképzelhető, hogy 8 csapattal, ahol ilyen 10 évet betöltött lányok szerepelhetnek, egészen ugye 15 éves korig. Elsősorban 12-13-14 éves lányokról beszélünk, és most már egyre több helyen elkezdtek foglalkozni a lányokkal, olyan helyeken is, ahol nincsen női felnőtt csapat, például gondolok egy Balkányra vagy egy Nagycsedre, de éppen ezért 1-2 év múlva kialakulhat az a korosztály, hogy a női felnőtt bajnokságban is elindulhassanak. Eddig ugye a lányok úgy voltak, hogy 12-13 éves korig a fiúkkal nyugodtan focizhattak együtt, hiszen a fizikai adottságaiknak köszönhetően nem volt lemaradásuk. Viszont utána már, amikor külön kellett volna őket szedni, nagyon sok tehetséges kislány abba kellett, hogy hagyja, hiszen nem volt a környéken talán 50 vagy 100 kilométeres körzetben se olyan csapat, ahol lány csapat volt, és ahol tudott volna tovább focizni. Most már nyugodtan kijelenthetem, hogy a megyében nincsen fehér folt, úgyhogy amely lány tehetséges bármilyen kis településen, ilyen 30-40, de legrosszabb esetben 50 kilométeres körzetben talál magának csapatot, és tovább tudja folytatni a játékot. Szerintem ez a legfontosabb, és ahogy említettem, most lesz egy olyan lépcsőfokunk, a lány U15-ös bajnokság, amely szépen felépítheti majd a felnőtt bajnokságban a lányokat, és ez már látszik a színvonalon is. Tehát nyugodtan mondhatom, jártam a pályákat, ebben a szezonban láttam olyan mérkőzéseket, ami tényleg azt mondom, hogy élvezhető volt, és jól látszik a lányok fejlődése, úgyhogy le a kalappal az edzők is a lányok előtt is. Egyébként a szurkolók körében mennyire népszerűek a női meccsek? Érdekes ez, ugye eleinte elsősorban csak az anyukák mentek ki a mérkőzésre, nyugodtan kijelenthetem azt. Aztán szépen lassan megjelentek a barátok, ugye hát azért 10 éves, elsősorban 10 éves vagy 20 éves csinos fiatal lányokról beszélünk, ugye az udvarlók is most megjelentek a futballpályán, sőt megjelentek a rokonok, és most már nyugodtan mondhatom, hogy sok helyen megjelentek azok a szurkolók, akik eddig csak a felnőtt férfi mérkőzéseken jelentek meg. Igenis elkezdték nézni, hogy hú, hát ezek a lányok tudnak focizni is, nem csak szépek, hanem tudnak is játszani, tényleg lehet látni olyan gólokat, olyan fejeseket, olyan lövéseket, ami azt mondom, hogy élvezhetővé teszi a mérkőzést, és nagyon tudnak harcolni. Tehát a lányok valahogy sokkal másképpen állnak hozzá a futballhoz, mint a fiúk, nagyon elszántak, éppen ezért viszont vannak sajnos sérülések, hiszen egy-egy labdáért, egy-egy szabad labdáért úgy mennek oda a lányok, tehát nem tudják felmérni pontosan az ütközés erejét, ugye nincs olyan veszélyérzetük, mint a fiúknak, sajnos volt is egy-két sérülés, de különösebben nagy probléma úgy néz ki, hogy azért nem volt, tehát nagyon reméljük, hogy ez a következő években is így lesz. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!